Reggel óta szinte megállás nélkül építik a kerítés tetejére az átmászás gátlót a Nilfisk dolgozói. A cég fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, ezért a munkatársak igyekeznek olyan akciókat szervezni, amelyekkel jó ügyet szolgálnak. Megkerestük az állatmenhelyt, hogy miben tudunk segíteni, és ők ezt a munkát határozták meg. Élő fizikai munkával támogatjuk a menhelyt, mégpedig a két állatfuttató Terület között épült kerítésre átmászásgátlót építenek a munkatársaim. Erre azért volt szükség, hogy a két kutyafuttató közötti kerítésen az állatok ne tudjanak átmászni egymáshoz. A munkálatokban egyébként a cég operátorai, valamint a karbantartó technikus is részt vett. A segítségnek nagyon örültek a menhely dolgozói. A hatalmas mértékben megkönnyítik a külső segítségek a munkánkat, sőt, szinte ezek nélkül nem is tudnánk létezni. Anyagiakban felbecsületetlenek ezek a segítségek, hiszen négy embernek az egész napi munkáját nem tudnánk megfizetni. Az állatmenhelyen továbbra is várják az önkénteseket, hiszen mindig akad valamilyen karbantartási feladat, mint például a fűnyírás vagy a hegesztési munkálatok.